Nyírószilárdságon a fának azt az ellenállását értjük, amelyet a nyíróerők hatásával szemben kifejt. A fa ellenállása az érintő irányú nyíróerőkkel szemben aránylag kicsi. A rostirányú nyírószilárdsági vizsgálat történhet egyoldali vagy kétoldali nyírt felületen. A próbatesten a nyírási felületet a nyírási sík magasságának és szélességének 0,1 mm pontosságú mérésével határozzuk meg. A próbatest terhelését egyenletesen emelkedő terheléssel végezzük az elnyírodás bekövetkeztéig. A terhelési sebességet úgy választjuk meg, hogy a tönkremenetel fél és másfél perc között következzék be. A feszültség alakváltozás diagramon jól látható egy nagyobb, illetve egy kisebb szilárdságú faanyag jelleggörbéje közötti különbség. A nyírási sík mentén gyakran két részre szakad a próbatest. A vizsgálatok végeztével a próbatestek tömegét 0,1 g pontossággal lemérjük, majd szárítószekrényben abszolút száraz állapotra szárítjuk azért, hogy az újabb tömegmérést követően nedvességtartalmukat meghatározhassuk. Amennyiben a nedvességtartalom a légszáraz állapottól eltér, a nyírószilárdsági értéket a tényleges nedvességtartalomról át kell számítani 12%-os nedvességtartalmú faanyagra.